Helyesen döntöttünk, amikor Rózsa Pétert látom ott hátul 2007-ben felvetette a Ortobágy Örökös Pásztora címnek a létrehozását, és azóta ez, hála a Jóistennek és elsősorban köszönhetően neki, ez teljesen jól működik, és a pásztorok maguk közül választanak, hogyha sajnos valaki jobb létre szenderül, egy újabb tagot, ez egy nagyon jó hagyomány, és remélem, hogy ez nagyon hosszú időn át folytatódni fog. Tehát szeretettel köszöntünk itt mindenkit, először is az örökös pásztorokat. Eddig is megvoltak a pásztor választások. Az első választás az úgy történt, elmondom még egyszer, talán még sosem hangzott el úgy egészségesen, ahogy volt. Mikor én ezt kitaláltam, akkor úgy gondoltam, hogy a Hortobágy akkori, én így nevezem most is, hogy akkori uraival, tehát a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója Sándor Pista, vagy Sándor István, de először Gencsi Zoltánnal megbeszéltük, hogy ezt hogy lehetne kivitelezni, sőt, Boda Mihály is ugye benne volt a legelején, és akkor megnéztük, hogy kit is kellene, és hogyan is történne ez az egész dolog, amihez utána később Tiba István polgármester is hozzáállt, hogy az első tiszteletdíjakat ő fizette a saját büdzsé, saját zsebéből. Az elsődleges szempont akkor az volt, hogy a Hortobágy minden régiójából, tehát a Hortobágy, mint olyan, ugye hallottak itt az előbb is róla, hogy az egy folyó volt valaha, attól függ, milyen messzire nyúlunk vissza, és voltak települések, ma ugye Hortobágy faluval azonosítják úgy általában, ami nem baj, de ugye a pásztorság az egész Alföldön szerte volt, ma meg már sehol nincs. Kimerem jelenteni, hogy Hortobágyon kívül igazi pásztormester, tehát a Kiskunságban sincs, a Dunántúlon se, hiába keressük, a Felvidéken még vannak, aztán 80 haltak meg 2 évvel ezelőtti pásztor találkozó óta, voltak itt néhány, Jani bácsi is volt. Tehát mind meghaltunk? Majdnem mind, úgy képzeljétek el. És nem is az idősek a fiatalok. És én magam se gondoltam volna, sőt szerintem önök se, vagy itt, akik itt vagyunk, hogy ez ekkora erkölcsi tisztesség, hiszen látjuk, én egy kivételével minden temetésen ott voltam, azt hiszem Szabó Gavi bácsi volt az első, vagy talán Szokkó Jani bácsi. Szegény Imre bácsinak nagyon készült a faluja és a családja, ott én voltam, meg Zoli de Toron tese voltál, hihetetlenül készültek arra, hogy az örökös pásztorok megjelenjenek. Mónás Sanyit meg ugye láttuk ugye néhány hete itt Balmazújvároson, hogy ez hogy történt. Megpróbálom felolvasni, abár egy kicsit apró betűs, és még nem teljesen végleges, amit Sanyi összeírt. Az első gondolat az övé. Mi, akik már inkább a századnak a gyermekei vagyunk, jóformán csak az öregek szája után tudunk egyet s mást az ősi pásztor életről. Mert ami abból napjaink megmaradt, az csak árnyék a réginek. A mai pásztorról, illetve utolsó legnagyobb szigete a Hortobágy. Gondolom, hogy ezek nagyon szép szavak és igazak is. A Hortobágy örökös pásztora címet 12 olyan pásztorember érdemelheti ki és viselheti holtáig, aki erre rászolgált, mert méltán őrizte, ápolta, megtartotta, továbbadta ezen ősi foglalkozást, dalainkat, pásztorművészet, tünket, ősi állatfajtáinkat, pusztánkat megőrizte. Ez van rajta magán ezen az oklevelen. A 12 pásztorember a Hortobágy nagy térség minden tájegységéből származzanak. Cím védelme érdekében egy kuratórium kerül felállítás. Ez a kuratórium eddig spontán működött. Ugye itt Pista, meg Zoli van, de már Sanyi is benne volt. A kuratórium, melynek feladata az égi mezékre eltávozott pásztorok helyére méltó jelölteket állítson az örökös pásztorok elé, hogy tudjanak választani. Az eltávozottakat mindig a túlélő örökös pásztorok választák maguk közül, mint a nemzet színészei, vagy a Corvin Lánc, biztos ismerik ezt a két erkölcsi kitüntetést. A kuratóriumban a legfontosabb szabálynak azt gondoltuk, és helybe hagyta mindenki, ellenvetése nem volt, hogy az élete végén lévő emberek, akinél biztosan tudható és rászolgált. Én több ilyen embert is tudok, például Kovács Sándor bácsi, emlékeznek a bundakészítőre, az nem tudom, mit elkövetett, és szegény olyan hamar meghalt, amit még végon élhet, nem, mert még sokkal fiatalabb, mint önök. Most is egy olyan embert kerülget a kaszás, akit szeretném a Zoli bemutatni itten.
mindnyájan ismerik. Sáfián Tibor Juhász. Régi pásztorfamília, hiszen a sáfiánok több száz esztendeje foglalkoznak juhászattal. A családi emlékezet úgy tartja, hogy amikor először idehajtották a nyájat Erdélyből, az valamikor az 1600-as évek végén volt, nagyon megtetszett nekik ez a vidék. Hazaküldték a bojtárokat, ők pedig így maradtak. Harmadik gyereknek született Tibor bátyánk 1943-ban. Korán munkára fogták, attól kezdve, hogy elvégezte a 8 általánost. Amíg nem kényszerítették be apját a TSZ-be, addig magatarti juhász volt. A szülei szerették volna, ha tovább tanul, de nem érdekelte semmi más, csak a juhászat. Pedig apja mindent elkövetett, hogy megutálja. Koratavasztól késő őszig váltás nélkül éjjel-nappal kint volt a pusztán, és semmit sem akart megmutatni a mesterséggel kapcsolatban. A nagy legelőn mindig volt 4-5 nyájuház, de az öregek befogadták. 1961-től az állami gazdaságban dolgozott, majd újra magatartivá vált. Újjari életében 1000 litárszán préselték a tőgyekből a tejet, már a újjaiból elszállt az erő. 1966-tól a pásztorok találkozó közismert figurája, már a Hódmezővásárhely, Hortobágy, Rókonya és Biharország pásztor arca. Magyar bajusz hordozója, maradjon így sokáig. Egy a fiúktól tudjuk, hogy nagyon súlyos torokrákba szenved. Mindenképpen azért hoztuk ide, hogy talán megéri még, hogy átvesse ezt a díjat, ha önök is úgy gondolják majd. Következő jelöltünket is teljesen jól ismerik. Megkérdezném István bácsi Pistát, hogy akkor... Igen, visszahívlak. Régi barátját, ugye rengetegszer itt volt nálunk Jóska bácsi, Kordás József, akit elsősorban mint díjugratót ismertünk, de az utóbbi évek megtudtuk az ő egész életrajzát itt a Jóska könyvéből, meg személyesen is. Kérnélek Pista, akkor olvasd fel. Nem tudod, Kordás de... József, Csikós, sokan ismerik, gondolom, az újvárosiak főleg. 1938. október 8-án született Balmazújvároson. Édesapja nagyhírű Számadó Csikós Hortobágy faluvég halmán. Édesapja a II. Világháborúban életét vesztette. Édesanyja röviddel utána szintén meghalt. Rokonoknál nőtt fel, 8 évesen már kihajtós bojtár a falucsi Csürhénél. Volt juhász bojtár a nyári járáson, Csordás. 14 évesen Hortobágy Kungyörgyön Csikós bojtár. Ez az időszak meghatározza a lovakkal való kapcsolatát. A katonaság után Kungyörgyről átkerül Hortobágy Mátára, az akkori hortobágyi állami gazdaság mátai méneséhez. A további lovas élete sportlovasként folytatódik, nagyszerű eredményeket ér el pályafutása során, de a Csikós hagyományokat még nyugdíjasként is folytatta. 66 évesen még lovagolt, a szálkahalmi ménesnél Csikós volt. Az újvárosi hortobágyi pásztorületet teljes mélységében ismeri, nagyon nagy szellemi tudás birtokosa. És... Köszönjük! Van. Nagy István bátyánk, akit örülünk, hogy végre köreinkbe tudunk. Nagyon régóta várunk erre, többször volt jelölve, és most eljött, megmutatta magát, és a déli pusztáknak a érét emeli. Nagy István Gulyás. 91 éve született Nádudvaron, a Nagylórójében, híres pásztor dinasztiában. 4 osztályt végzett, mint akkoriban nagyon sokan, és hiába volt jó tanuló, és ült az első pontban a legjobbak között, be kellett fejezni az iskolát, mert az édesapjának nem volt bojtárja, dolgozni kellett. Az önálló munkát 1942-ben 18 évesen kezdte Ágotán, mint Gulyás bojtár. Az 50-es években egészen 1959-ig falusi pásztor volt, utána egy évig juhász a borsasi állami gazdaságban, később Gulyás lett, először a hosszú által állami gazdaság szürke marhái mellett, majd a püspökladányi november 7-ben őrizte a marhákat egészen 1984-ig, amikor nyugdíjba ment. A nyugdíjazás követően még 10 évig dolgozott, mint háztáji Gulyás és juhász Ágota pusztán. Bejárta minden zegét zugát ennek a gyönyörű tájnak, mindig úgy érezte, hogy ennél jobb munkája nem lehetne. Gyermekkorától belenőtt ebbe a szép szakmába, és nem adta volna oda semmiért.
ezért nem tanult tovább, és nem vágyott más pályára soha. A pusztában meglelte a boldogságot. Nagyon szeret énekelni, már kicsi korában elkezdett játszani édesapja klarinétján. Máig gyakran hívják szerepelni a múzeumban, városi ünnepségekre. Ennyit fogtál most is. Kunkovács László hortobágyi fotóinak jeles dél-hortobágyi szereplője. Akkor ismerhetnénk a szavazás végeredményét. Kordás József kapott 8 szavazatot, Nagy István 4-et, Sáfián Tibor 6-ot. Tehát most a örökös pásztorok közé fogadjuk Kordás Józsefet és Sáfián Tibort. De Nagy Pista bácsi se keseredjen el. Teddig nem van, ezután minek? Ne keseredjen el. Ugye azt kívánjuk, hogy Tibor bácsi sokáig éljen örökké, de ha mégis tényleg ilyen tragikus hirtelen lenne, akkor nem tartanánk új választást, ha önök is ebben egyetértenek. És akkor Pista bácsi is akkor benne. Ez nem tudom, hogy ezzel ti egyetértetek-e, tudatoljon vagy, hogy tegyene. Sanyi, Zoli, Jani. Igen. Igen. És önök, Jóska vagy Jani bácsi? Igen. Lajos bácsi is? Igen. Hát akkor, ha Tibi bácsi véletlenül eltávozik közülünk, akkor nem tartunk új szavazást, hanem Pista bácsi automatikusan. Igen. Most megyek az autó, talán.